Euroleasing. A fejlődés motorja. Sziasztok! Csikó Zsolt vagyok, kamera mögött pedig Peti fagyoskodik, a két új, és bemutatok nektek két használt gumit. Na jó. Hát szóval azt az autót ott. Tudom, hogy már ilyen autó volt a Speed Zone-on, de az egy tannisztesztes teszt volt, és a tannisztesztes tesztek, azok körülbelül fél órát tartanak, mert különben annyi idő alatt kell visszavinnünk az autókat, jó? Hát szerintem egy órát is nálunk volt az a kocsi, pont a Petivel. Peti nem? G-vel volt? Igen. De G még vezette is. És azt mondta, hogy jó. És én is azt mondtam akkor, hogy jó. Csak az Dániában van, gyerekek. Dániában, ahol tükörsima az aszfalt, Dániában, ahol a madarak télen is csicseregnek, Dániában, ahol ízesebb a benzin és zsírosabb az áram. Nálunk itt Európa ennek a szegmensében, ahol kátyúk vannak, meg egyebek, nem árt megtudni, milyen egy ilyen autó, mert ez egy rohadt nagy újdonság, ugyanis ez benne van az év autója idei döntős listájában, abban a 7 autóban, amiből majd valamikor, március legelején, február legvégén megszavazzuk mi évautója zsűritagok az év autóját. És ez egy bazi nagy esélyes. Történt ugyanis valami a Tannis teszt óta. Ugye a Tannis teszten két dolog nagyon bizonytalan volt ezzel az autóval kapcsolatban. Az egyik a neve. Akkor még annyira új volt, és annyira egy előgyártásból kikerült autót vezettünk, hogy még a névről is mindenféle ellentmondásos dolgok keringtek a neten, és a Tannis tesztes papíron még a kísérleti neve volt az autónak. Most már tudjuk, hogy hogy hívják, és azóta én csak Don Renault-nak szeretem hívni, mert olyan hosszú a neve, hogy az leírhatatlan. Renault Megane E-Tech Electric 100%. Don. Ő a Don. Mert hogy túl hosszú a neve, és különben hülyeség ez az egész Megane név, mert semmi köze nincs a Megane-hoz. Ez a Renault-nak az új platformján van, ami egy teljesen különleges dolog, direkt a villanyautókhoz tervezték. A specialitása az, hogy ugye az a probléma a villanyautóval mindig, hogy akkumulátor kell bele, bazisok akkumulátor kell bele, és akkor hova teszed az akkumulátort? Hát kezdetben próbáltak bele T-alakban, meg hátra, meg mindenhova akukat tenni, főleg ugye a plug-in hibrideknél, amikor még a normál autók platformját használták. Aztán itt, amikor már ugye a Tesla jött, meg a többiek, akkor már elkezdtek gondolkozni, hogy hát van annak jobb helye is, és a padlóba tették. Na már most. A Renault-ék nem akartak egy nagyon nagy autót gyártani. Ők azt mondták, hogy legyen ez egy ilyen alsó-közép kategóriás, tudod, Golf, Astra, stb. Alsó-közép kategóriás méretű, kompakt méretű autó. Ez a Don Renault, ez 4,2 méter hosszú, ami az alsó-közép kategóriában kifejezetten kicsinek számít. Tehát itt mostanában, így 2020 óta az átlag az inkább olyan 4,3 méter körül van, de például ott van a Honda Civic, ami még mindig ebbe a kategóriába tartozik, az 4,5 méteres. Tehát ezek elég nagy autók szoktak lenni, a 4,2 méter az barátságos, mert befér a parkolóhelyekre, mert az egész egy ilyen jó pofaság. Viszont, ha nagyon összenyomsz egy autót és a padlójába egy vaskos akut teszel, akkor nagyon magas lesz. Nagyon magasat se akartak, mert nem akartak SUV-ot. Azt mondták, hogy azért legyen ez egy autószerű valami. Ez az autó csak 1,5 méter magas, 1,5 méter. Viszont, hogyha az aljában van egy óriási zsírtömeg, egy bazi nagy akkumulátor, akkor mindenki ott ülne fönn a tetőn, nem lenne fejtér. Mindösszesen 11 centi magas a padlóban az akkumulátor, látod? Ez egy egészen normális autószerű padló, nem érzed azt, hogy itt valami nagyon sok minden, egy normál autón kicsit lejjebb van ott az a része, nem vészes. Ez egy teljesen új akkumulátor, technológiájú akkumulátorcsomag, 60 kWh, ugyanis ez az autó, ami nálunk van, ez egy ikonik, legdrágább, legjobban felszerelt, legnagyobb motoros, legnagyobb akus kivitel. Van 40 kWh akkumulátorral is ilyen autó, ez mindenből a legtöbbet tudja. Két kerékhajtásos, itt hajt elől, 218 lóerős, és nagyon-nagyon nagy nyomatéka van, tehát elég rendesen megy.
A Renault úgy is szeretné ezt hívni, hogy ez az elektromos autóinak a GTI-je. Lóerő tekintve majdnem igaz, nem is olyan nagyon nehéz különben, tehát mondom, elektromosan zseniális az egész ebben. Ilyenkor látod, hogy a Renault nem most kezdte a foglalkozást az elektromos autókkal, hanem már rég, emlékszel, volt Fluence, meg a Zoe, meg a mindenféle, a Kangoo Electric, meg az összes ilyen, volt az a nyomorult, a keskeny, jaj, de szörnyű volt, hú, azt inkább a Twizy, hú, azzal itt mentem az Árpád hídon, az nagyon rossz volt, de nagyon régóta csinálnak elektromos autót, és elég rendesen értenek hozzá. Ez, gyerekek, egy nagyon fasz elektromos kocsi. Tényleg. Tehát, hogyha valakit meg akarsz téríteni az elektromos autóra, ugye sokan szavaznának arra, hogy Volkswagen ID3, ez szerintem klasszabb, mint az ID3. Majd meglátjátok, belül is jobban néz ki, és szerintem szebben működik. Tesla nagyon drága. Mert hogy? Az előbb említettem, hogy két bizonytalanság volt Dániában a Tannisztessen ezzel az autóval kapcsolatban. Nekünk három, mert hülyék vagyunk, főleg én, mert én nem találtam a töltőnyílását se, és itt tapogattam egy csomót, mert valahol azt olvastam, hogy itt lesz, hát nem ott lesz, hanem normális helyen, jobb oldalon van egy ajtó mögött, de ezt most tegyük félre. A legfontosabb dolog, ami miatt ez egy sokkal vonzóbb autó lett, mint a Tannisztessen, hogy megtudtuk az árát. Csak annyit tudtunk, hogy azt mondták, hogy Luca Del Meo, az új Renault főnök azt mondta, hogy hát ezzel az autóval végre pénzt akarnak keresni. 13.2 millió indul, 13.2 millió, gyerekek. Igaz, hogy 13.2-ért az csak egy 130 lóerős, csak 40 kWh akkumulátorral szerelt autó, tehát sokkal kisebb a hatótávja, az nem is ilyen fürge, mint ez, de ez a csúcs, full extrás, full mindent bele, fullos kivitel, ez 360 fokos kamerával, összes vezetési segédlettel, harmankardon hifivel, valódi harmankardon hifit tesznek bele, azért akkor hinni kell egy autóban, amikor már ilyen drága hifit tesznek, ez 16.9. Figyeljetek, nagyon-nagyon nehéz akklimatizálódni az új autó árakhoz. Higgyétek el, hogy nekünk, akik ezzel napi szinten foglalkozunk, nekünk is szinte naponta kell tekerni egyet a potméteren, mert így mennek fölfelé az árak. Azt is tudjuk, hogy 2025-ig 50-80%-os áremelkedés következik be majd az új autóknál. Ezt már most belekalkulálják az autógyártók a terveikbe. Az, hogy most ezt az autót 16.9-ért meg lehet venni, tudom, hogy borzasztó sok pénz, nekem sem 16,5 milliós autóm van, de ez ebben a kategóriában, ennyi akkuval, ekkora hatótávolsággal, ilyen teljesítménnyel, ilyen felszereltséggel, egy jó ár. 13.2 pedig egy kifejezetten jó ár, gyerekek. Kifejezetten. Nagyon érdekes, hogy pont amikor ezt az autót megalkották, akkor hívták át a kedvenc jelenlegi autótervező emberemet, Gilles Vidalt, a Peugeot-tól a Renault-hoz. Hogy ezt hogy oldották meg, hogy a Tavares most hogy örjöng, azt nem tudom, de a Gilles Vidal az a zseni, aki az 508-as Peugeot, meg a 3008-as, meg az összes ilyen 208-as, mindegyiket rajzolta. Az az ember az egy fantasztikus, egy szerény, finom lelkű, Seiko kronográfokat szerelgető, azt csinálja otthon, igen, hobbiában szerelgető, veterán autóversenyző ember, aki gyönyörű autókat csinált, és most ott van a Renault-nál. Egyszerűen senki nem értette, hogy hogy hívták át. A másik pedig ugye a másik sztártervező, a Seat, az Alejandro Mezonero Romanos. Ő a Seatokat rajzolta, szintén zseniális formatervek. A Cuprát is ő találta ki, hogy hogyan nézzen ki. Mind a kettő ott van a Renault-nál. Nem értem. Vidal annyit csinált ezzel az autóval, hogy amikor meglátta, ugye kétféle verzió volt belőle, egy alap, meg egy sport. Az elejét átcsinálta, ezeket már a Vidal nyomta bele. Az elejének ezt a durvítását a Vidal csinálta, szerintem nagyon pofás lett, nagyon fölismerhető az autó. Hiába ilyen buciszerű, mégis van benne egy ilyen dög. Luca de Meo pedig, aki úgy érkezett a Renault-hoz, hogy mi ez a Renault, és odaadták neki, hogy hát itt van ez az új termékünk, ezt kell majd valahogy eladnunk, ránézett és azt mondta, hogy oké, akkor csak a sportváltozatot tartjuk meg. Tehát csak a sportot gyártják most már kinézetre.
a nagyobb domborításokkal, a 20-colos kerekekkel és az egyebekkel. Szerintem jót tett neki, ez egy nagyon formás, nagyon jó pofa valami. Azért nyitom ki az elejét, mert ez egy picit más, mint a normál elektromos autók szoktak lenni. Azt csinálták ennél az autónál, hogy helyet tudjanak megtakarítani odabent, mindent az elejébe tömtek bele. Tehát ugye az inverter, az egész vezérlőegység, a hajtómotor, az üzemi 12 voltos akkumulátor, minden itt van benne, de ide tették bele a teljes klímarendszert, amit normálisan oda szoktak tenni a műszerfal alá, nem, ebben itt van az elejébe betömve, és itt van a hőszivattyús fűtés is, amiről tudjuk, hogy körülbelül olyan 30%-át fogyasztja a normál, ilyen izzítós, cekászos fűtésnek, ugye a Tesla most kezdi bevezetni az autóiban, ebben már benne van. Tehát mindent ide beletömtek, ide figyelj, nem mernék beejteni egy 5 forintos, mert sose kerül neki belőle, már csak azért is, mert biztos, hogy teljes alsó védelme van az autónak. Elég jól néz ki, hogy így megtömték, majd szép lesz szerelni. 400 voltos a rendszer, tehát ez egy viszonylag nagy feszültségű, de nem a legmodernebb rendszer, ugye a Hyundai meg a Kia most már 800 voltos rendszerrel működik. A 400 volt arra elég, hogy lehet neki 22 kW-os AC és 3 fázisú töltése, mindegyikben az van különben, Magyarországon a kisebbik verzióba és a nagyobbik verzióba is beleteszik, illetve 130 kW-tal tud tölteni DC-ről. Az elég gyors, tehát jelen pillanatban kihasználja majdnem a maximális lehetőségeket, amik mondjuk Magyarországon rendelkezésre állnak, vagy amik akár Európában általánosan rendelkezésre állnak. Tehát ez egy elég gyorsan tölthető, nagyon könnyű, nagyon picike, nagyon ügyes, nagyon jól csomagolt, és szerintem elég jó formájú villanyautó. Meg kell néznünk belül, hogy milyen. Be is kapcsolom nektek az autót, ugye nem beindítom, hanem bekapcsolom, mert ez elektromos autó. És nem tudom, hogy mennyire emlékeztek ti a Volkswagen ID3-ra, arra az ilyen Playmobil vagy Tonka Toys jellegű belső tére, nagy, egyszerű gombokkal, néhány kicsi kijelző, minden olyan újra gondolt próbál lenni benne. Nekem egy picit idegen az az egész. Túl egyszerű, túl németes, túl nem tudom mi, ez egy sokkal otthonosabb belső tér. Szép nagy kijelzők, rátfordítva, játszottak mindennel. Ez a középkonzol kicsit jobbra tart, ez a középső rész, ez balra felém van, mint a BMW-knél, így rám fordul. Szögleteske a kormány, nagyon jó pofa az egész, nagy kijelző mögötte, váltható nagy kijelző, mindenféle izével, hogy ki tudsz tenni egyéb feliratokat, ugye, amit az ember elvár egy LCD-től. Szerintem egy jól eltalált, ízléses grafikájú, nagy középső kijelző van, és ami nagyon fontos, itt, nézd meg közelről, látod? Ilyen nagyon-nagyon szúros pöttyök vannak, tehát hogyha bármit kezelned kell, ide letámasztod a kezedet, és nem csúszik le, bukkanós úton sem, nézd meg, ezt tök jól kitalálták. Nagyon tetszik, hogy ellentétben a PSA-val, akik most térnek vissza arra, hogy elkezdik kirakni újra a gombokat, a Renault-nál nem felejtették el, hogy az ember szeret kapcsolókat kezelni, mert egyszerűbb, mert nem kell bámulni ide le, hanem így tudod, hogy az első kapcsoló, jaj, melegebb lesz, jaj, így lesz hidegebb. Egy idő után ezeket meg tudod tanulni tapintásra, és vakon tudod kezelni, és a figyelmed az ott van kinn az úton. Nagyon becsülöm őket, mert ez egy drágább dolog, hogy beletették a kapcsolókat. Más kérdés, hogy konkrétan ennél az autónál most egy csomószor nem tudom vezérelni a hangerőt, a Petivel itt próbáltuk nyomkodni meg ezért, de most nem tudom megmutatni, hogy minden jogdíjas és mindenért letilt minket a YouTube. Higgyétek el, hogy így nyomkodtuk, fölhívott, érted, egy barátom, nem tudtuk lehalkítani, itt óbégatott bele az autóba, nem volt kellemes. De hát ezek ugye korai dolgok, amíg le nem rohad az ember alatt egy elektronos autó, addig manapság jónak szoktuk hívni, mert azért az elektronos autókkal szoktak gondok lenni. Nézd meg, hogy milyen szép, hogy dupla varrásos a műszerfala, ugye van egy használható kesztyűtartója, szépen eltüntették benne a rostélyókat, nem is nagyon látszanak, itt ilyen nagyon-nagyon jópofa
ilyen nem is tudom, ilyen birodalmi harcos sisak jellegű fogantyúk vannak ezeken a rostélyokon. Van neked egy elég mély, ilyen mély pakolórekeszed, igaz, hogy szűkül, nem tudom, hogy minek szűkül, biztos, hogy meg lehetett volna csinálni, hogy ne szűküljön. Van egy ilyen kis tárolód, van indukciós telefon, töltőd, fogod a telcsidet, oda teszed, nem esik ki, kicsit szar kivenni innen, amikor úgy ki akarod bányászni. Általán kétkezes művelet, de legalább van töltő. Itt lent, ha megnézed, pohártartó, vagy akár, akármilyen nagyobb dolog tartó. Hát ott ilyen több helyre lehet rögzíteni ezt a bigyót, ilyen kis fülei vannak. Az egészet előrébb is tudod tenni. Ide odáig benyúl az a tartó, itt is van egy pohártartó. Szóval az egész szép. Ugye persze, hogy változtatható ez a világítás, és ami nagy dolog, hogy elektromosan be tudod állítani. Látod ezt? Set the maximum charge level of your battery. Ez azt jelenti, hogy amit itt beállítasz százalékot, addig engedi föltölteni az akkumulátort. És ez azért lényeges, még a Renault-sok sem értették pontosan itthon, hogy miért, mert biztos nem olvasták a tanulmányt, hogy állítólag Amerikában, ahol régebb óta forgalmaznak Teslákat, még alig cseréltek akkumulátort a Teslákban. Európában, ahol rövidebb a Teslák életkora, vagy kisebb a Teslák életkora, itt már egy csomószor cseréltek minimum akucellákat. Miért történt ez? Elkezdték elemezni a helyzetet, és kiderült, hogy azért, mert az amerikaiak linkebbek, és náluk nagyon sok az ilyen supercharger. És ők így mennek az autó, aztán amikor már nagyon fogy, akkor kicsit rádugnak, töltenek valamennyit, aztán mennek tovább. Az európai viszont 100%-on megyek, lehet, hogy holnap megyek az Antarktiszra. Minden nap föltöltik 100%-ra az akut, és ezt a lítium-ion akku nagyon nem szereti. Amit a régi ólomakú baromira szeretett, hogy csurig legyen mindig töltve, mert akkor volt hosszú az élettartama, na azt utálja a legjobban a lítium-akú. Nézzétek meg, hogy mikor vesztek egy telefont, egy laptopot, egy bármit, az is ilyen 70%-os töltéssel érkezik meg hozzád, és nem azért, mert lemerül időközben, hanem azért, mert direkt nem töltik föl csurig. Tovább tart az akkumulátor, hogyha nem tolod föl örökké maximumra, viszont amit nagyon jól bír a lítium-ion akku, hogy gyorsan töltik. Tehát le tudod venni, és így kiméled az akut, hogyha nem kell örökké a rettenetes nagy töltöttség. Ez egy nagyon jó kis fogás. Különben ugye mindenféle dolgot lehet csinálni, be lehet programozni a töltést, látod az energia áramlását, ami ennél az autónál nem túl érdekes, mert vagy belemegy az elektromotorba, vagy visszajön az elektromotorba, ugye ez a hibrideknél érdekes, mikor látod, hogy benzinmotor, villanymotor, most kettő együtt, az izgalmasabb, ez nem egy izgalmas mozi. De akkor is ez klassz. És persze tud önműködően parkolni, derékszögben is, egyenesen is, van neki keresztforgalom figyelője hátul, van benne masszázs, ez ugye a drága változat, tehát be tudom kapcsolni. Passenger, Petit is meg tudom masszírozni, Peti megmasszírozza. Köszönöm szépen. Kézzel is? Na, szóval van benne masszázs is. Ezek azért jópofa dolgok, gyerekek. Itt már tényleg ilyen luxus autószerű dolgokat kaptok. Lehet mindenféle üzemmódokba rakni az autót. Más-más hangokat ad, keményíti a kormányát, nagyon-nagyon érzékenyé teszi a gázpedált, vagy nagyon érzéketlenné. Szóval ez működik, ez a Multisense gomb. A kormányon egy picit lehet, hogy jobb lett volna, hogyha finomabban lehet állítani. Illetve van itt hátul két ilyen flapni a kormány mögött. Itt, látod Peti, itt van az egyik, ott a másik, mivel ez villanyautó, ez nem váltóflapni, hanem ez a regenerálás mértékét változtatja. Egy pedálos üzemmódban nem megy, próbáltam utána olvasni, de állítólag nem megy egy pedálos üzemmódban, majdnem megállásig tudod a gázelvétellel kényszeríteni az autót, de nem tudod teljesen megállítani. Ha nagy regeneráláson van, 4 fokozat van, akkor elég erősen motor fékez, hogyha elveszed tőle, akkor elég lazán. Egy páran kritizálták, hogy nem elég erősen, szerintem ez bőven elég motorfék, tehát ez így pont jó. Isteniek az ülések különben, ültem most benne egy csomót, nagyon finom, ahogy így elég hosszú az ülés, elég jó magasságban, vagy kicsit súvosan ülsz, ez ugye magasabb, mint egy normál Megán, és rövidebb, mint egy normál Megán.
különben úgy néz ki, hogy, hogyha kifut majd a benzines Megán, akkor ez lesz a Megán, hát ezért kapta ezt a nevet, de azért ez nem egy SUV, ez csak egy ilyen kényelmesen beülős autó. És hát persze ott a harmankarbon hifi, sajnos nem tudjuk nektek lejátszani, hogy mit tud, de higgyétek el, hogy jó. Beülünk hátra, meg kell mutatnom nektek, hogy mekkora a hely. Jó? Elől ugye rám volt beállítva az ülés, hát hátul nincs rám beállítva az ülés. Szóval, ja, csodákat 4 méter 20 centiből ne várjál. Nyomja a térdem az ülést, pedig benn van a fenekem egészen a végénél. A fejem az, hogyha rendesen fülülök, ugye elgörbül. Ez szűk. Ez szűk, gyerekek. Viszont magasan ülsz, az jó, tehát nem próbálták elcsalni neked az ülőlappal azt, hogy legyen fejtered, tehát így még mindig kényelmesebb ülni, kicsit így valahogy, mindegy, ez nem kényelmes, na, ez kicsike. Szóval ez igazából, ma vannak kis autók, amikben ennél több hely van hátul, mondjuk jó vastag az ülése, nem tudom miért kell ennyire bazivastag üléseket tenni bele. Oké, hogy itt besüllyed, mert ez az oldaltámasz, amit látunk, de akkor is ez egy vastag ülés. Nincs kimélyítve. Most itt van egy luk, itt be tudod tolni a térdel, de azért ez nem egy tágas autó. És hát hátul már anyagspórolás van. Kapsz két USB-C-s töltőt, kapsz két légbefúvó rostét, ez a full-full-fullos kivitel. Elől is csak USB-C-s töltőd van, tehát jobb, hogyha beszerzel egy átalakítót, mert különben nem fog tudni tölteni a másik telefont. Egyet mindig tudsz indukciósan, ha olyan a telefonod. Nézzünk be a csomagtartóba. Szép a hátsó lámpa, nem? Ez a teljesen áthúzódó. 440 liter. Állítólag. Ja, hát ezzel együtt mondjuk. Látod, itt van még egy ilyen mély gödör. Ilyen mély gödör, így be tudok. Ennyire mély gödör. És van benne porszívócső, ja nem ez a töltőkábel, meg van benne egy ilyen kis gyors töltő, bigyó. Igen, mindent ide kell bepakolni, de szerintem ez itt elrabol belőle egy ilyen jó, hát 80 liternyit, és akkor itt már is csak egy ilyen 360-unk marad, így ránézése annyi talán megvan. Szóval jó, oké. Nem egy nagyon tágas autó így hátrafelé ez. Elől jól ülsz benne, sőt kifejezetten olyan grandiózus, hogy magasan is ülsz, meg olyan nagyok az ülések, meg elég széles a kocsi, de a hátsó ülésen már kevesebb a hely, itt a csomagtartóban meg kifejezetten kicsike. Van cekkerakasztónk, meg van lámpánk. Érdekes módon ez olyan, mintha nem ledes lámpa lenne, bár szerintem az csak sárga fényű ledet használnak. Ugye milyen sárgás a fénye? Nem lett színe van, de ez kellemes, én jobban szeretem az ilyen színűt. Ezt szeretném mutatni, hogy ez egy több lengőkaros futómű a hátuljában. Ránézések különben nagyon japán rendszerű, a régi japán rendszerű, hogy két kettős keresztlengőkar alul, meg egy hossz vezetőkar előrefelé. Fölül meg megtámasztva ilyen megferzonilag, majdnem. Ez szinte a régebbi, akinek Suzuki Swift-je van, vagy régebbi Mitsubishi-je, vagy Honda-ja, az már látott ilyen futóművet, de ez azért nagy szó, mert a Renault elkötelezte magát egy időben a legegyszerűbb csatolt lengőkar mellett, ide meg egy ilyen igényes, ugye összesen 6 lengőkart kell használniuk, és egy csomó szilentet, az igényesebb több lengőkaros futóművet beletette. Ennek szerintem oka van, én úgy vélem, akkor szoktak ilyet csinálni, hogyha hátulra hajtást szeretnének tenni, mert ide be lehet tenni, én úgy gondolom, még egy elektromotort, és akkor ez összkerekes lesz, de ne legyen igazam. Gyere, menjünk egyet vele. Hát akkor próbáljuk ki. Bekapcsoltam mindent, kesztyűben nézd, Peti. Kesztyűben lehet kapcsolni a dolgokat, látod? Pedig ez nem olyan kesztyű. Adok neked is ülésfűtést, jó? Ő is átfagyva. Ez nem olyan kesztyű, amiben kéne tudnom kapcsolni ezt. Például a mobiltelefonom nem működik ebben a kesztyűben, de a Renault-nak a kijelzője az használható. Tök jó. Azt leszámítva, hogy a hangerőt nem tudom állítani rajta, de az egyedi hiba, azt leszámítva, az... Ugye? Erre nem érzékeny. Szóval a vezetése olyan, mint egy Mercedesé. Mercedeseknek ugye az S-osztályban jelent meg ez a fajta kar,
és akkor ezt behúzod D-be, rögtön megy, itt van rögtön alatta az ablaktörlő, tehát hogyha nagyon így ilyen rükiben így baszkurálsz a kezeddel, akkor bekapcsolod az ablaktörlőt rendszerint, én már többször megtettem, plusz itt alul meghagyták, ez még a Renault Clio-ban is ilyen volt, a 91-es Renault Clio-ban majdnem ugyanez a pod volt, egy kicsit magasabb volt és rövidebb, de ez a két gomb, meg ez a tekerő, ez ugyanígy volt rajtam. Erről nem mond le a Renault, ez különben, ha működik, akkor egész jó. Hát most valamiért ez nem akarja az igazságot, de hát ez van. Passenger airbag on. Peti, már nem halsz meg. Most írta nekünk. De ez azért nagyon más, mint egy Megán. Ugye a Megán... de szép nagy szél van, nézzétek. Le is homokfújtuk az autó fényezését. 7 fok van, mínusz 17-nek érződik, gyűlölöm a hideget. Nagyon más ez az autó, mint egy normál Megán. Ugye eleve magasabban ülsz benne, rövidebb, tiszta elektromos. De ugye a Megánról, hogyha nem tudtok túl sokat, akkor tudtok olvasni a speedzone.hu-n, a honlapunkon, mert úgy látom, sokan nem tudjátok, hogy nekünk van egy honlapunk, ahol betűk vannak. Mindenesetre ezzel az adással párhuzamban meg fog jelenni ott egy cikk, amiben így elővesszük a Megán generációkat, hogy mégis mettől meddig voltak, mit kell róluk tudni. Érdemes belekattintani, lesznek ott képek is, és akkor felidézzük egy kicsit a Megán név múltját. De most egyelőre a jövőjét idézgetjük ezzel az autóval. Szóval tiszta elektromos, 218 lóerő, és VLTP szerint 470 km-es hatótávot írnak rá. Mivel hőszivattyús a fűtése, ezért a fűtés, ha ugye hideg van és muszáj bekapcsolnod, az nem öli meg annyira az autót, mint egy normális ilyen izószállal működő fűtéses autónál, de azért itt is csökken a hatótáv. Tehát télen biztos nem tud olyan messzire menni egy ilyen autó, mint nyáron, mint nem nagyon meleg nyáron, mert aztán a klímázol, akkor az megint csak zabálja a hatótávolságot. Én azt néztem, hogy ugye még nem sikerült lemerítenem, mert elég sok kilométer tud menni ez a szerencsétlen. Nem sikerült lemerítenem ezt az autót, de a projektált fogyasztásom az olyan 370 km lenne most városban. 370-380 km lenne városban, amit azt szerint tudok, hogy hány százalék van benne, és hogy mennyit mentem. Nem rossz. Nem rossz, ez tudja nagyjából azt, mint a Volkswagen ID3, még azt mondom, hogy talán egy picivel hatékonyabb is az autó annál. De nagyon modern dolog. Tehát ugye a Renault a Zoe-val aztán tényleg nagyon sokat tökölt, hogy az jól működjön elektromos autóként, és hát ezen nagyon érezni azt az egész fejlesztési múltat, ami még a Zoe-ból öröklődött, de nehogy azt higgyétek, gyerekek, hogy ez az autó egy Zoe. Tehát a Zoe az egy silány förtelem, annak ilyen nyúlós műbőr bele van, meg abban ilyen gagyi elavult kapcsolók vannak, meg az egész egy ilyen sokkal ügyetlenebb valami, futóműve is szörnyű. Az nem ez. Az meglepően sokan szeretik. Nagyon sokan szeretik, mert a Zoe az elektromos autók között egy viszonylag megbízható elektromosnak, vagy elektromosként vált be. Tehát ugye ezek az autók azért nem titok, hogy elég sokszor lerohadnak, még alattunk tesztelők alatt is, így követem a kollégáknak a Facebook bejegyzéseit, és hát lépten nyomom lerohadnak a villanyautók. Alattam is rohadt már le egy csomó villanyautó, meg nem működött, meg de pont a Renault-nál, hát ez a fedélzeti rendszer, ez előfordult már velem Zoe-ban is, hogy nem működött rendesen, de maga az autó az működni szokott. Tehát a Zoe az mint utazódoboz egy tisztességes valami, nem egy otthonos és nem egy elegáns közeg. Ez az autó, ez jó. Ezeken a 20-as kerekein, és hiába nagyon kis peres gumiai vannak, tök szépen rugózik. Nagyon csendes. Nagyon csendes. Tök jól megy. Nem egy GTI, tehát nincs ez a
megöllek annyira, hú, de, hú, de szuperül megyek. Ez olyan úgy megyek-e van. Nagyon készséges a gázpedál lenyomására. Nagyon, ha átteszed sportüzemmódba, akkor kifejezetten darabossá is válik. A kormány is egészen precíz ahhoz képest, hogy azért ez egy villanyszervós, rásegítésű, magas doboz, de szépen csinálja a dolgokat. Nem sportkocsi, azért sportkocsi nem. Tehát megy jól, de a sportkocsi arról is szól, hogy az ember vágyat érez rá, hogy szágoldozzon. Itt nem érzed azt a nagy vágyat, hogy szágoldozzál. De nagyon-nagyon egyben van az egész, borzasztó masszív a karosszéria, nem hallasz zörgéseket, nem támolyog, nem imbolyog, ki tudott számítani, precíz a kormánya. A visszajelzés olyan egész jó, azért ez nem, megint csak mondom, nem sportautó, de szerintem egy sokkal autószerűbb élmény, mint akár a Volkswagen ID3-as, akár, hát milyen hasonlítsam. A Hyundai Ioniq 5-höz nem hasonlítanám, mert nem vezettem még Budapesten, és ez a rossz út, ez nagyon sok mindent tönkretesz egy tesztautóról alkotott képünkben, de az az érdekes, hogy a Megane E-Tech Electric nem omlott össze, azaz a Don nem omlott össze, ez itt tök szépen teszi a dolgát. Tök jól bírja ezeket a gödröket, tökre nem derült ki róla, hogy zörgős lenne, vagy béna lenne, vagy ügyetlenül támolyogna a gödrökön. Egy dolog derült ki, hogy remeg a belső tükre. Ez azért egy kicsit gáz, hogy látod, hogy remeg? Mert nagyon nehéz a tükör, ez ugyanis egy ilyen olyan, nézd, itt van az LCD üzemmódja, hogyha átkattintod, ez a vakítás csökkentős üzemmód, különben tök jó az LCD-je, nézd meg, nagyon szép képe van, lehet használni, nézni is, és ez meg a normál üveg, és kicsit túl nagy ez a doboz ahhoz, amennyire erős a rögzítése. Sajnos ezt nem találták ki jól, és mindig remeg a tükör, mindig. De hát igen, és muszáj bele ilyen tükör, meg muszáj bele a 360 fokos kamera, mert sajnos annyira szűk a hátsó, tehát ez, ha valamihez hasonlít ez az autó, akkor ez a Range Rover Evoque. Annak van ilyen nagyon magasan az övvonala, annak vannak ilyen nagyon alacsony oldalablakai, és hátrafelé az egész keskenyedik is, tehát a hátsó ablak az csak egy ilyen, vagy a hátsó szélvéd egy ilyen lőrés. És a hátsó oldalablakok is nagyon alacsonyak, tehát ezt az autót hátra nézve, hát nem tudod manőverezni, tehát ez muszáj használni a kamerát. Ez nem szégyen, hogyha az ember a kamerát nézi, meg a külső tükröket, mert ezt máshogy nem tudod pozícionálni. De különben ezt leszámítva tök jól meg van csinálva. Hát az, hogy nem bírtuk kivenni az előbb, itt csörgött a telefonom, ki akartuk venni a Petivel, ketten próbáltuk, két kesztyűs kézzel itt turkáltunk benne, hogy nem jött ki a telefon, mert egyszerűen ez annyira tapad ez a gumi, meg itt van még ez a fül, meg kicsi így a hely, így keresztben, hogy egyszerűen nem bírtuk kivenni. Hát mindegy, vannak ilyenek. Ja. De azért, figyelj, ez egy rendes, tisztességes autó belső tér. Szerintem kifejezetten szép. Kifejezetten. Ahogy az autó kanyarodik, most nem akarom itt nagyon megrángatni, de már voltam vele egy kicsit kanyarogni, de nem is kicsit, de nagyon szépen befordul, nagyon nem billen. Kicsit olyan az ember érzése, tudod, nem tudom, hogy volt-e nektek Matchboxban londoni emeletes buszotok. Volt. Emlékszel arra, hogy így nézted, hogy ezt így megpöccinted és fölborul? Igen. Mert a Matchboxban fölborul, mert ugye az egységes piáterből van az egész, ugyanolyan nehéz fölül, mint alul, és ezt így föl lehet dönteni. És én mindig arra gondoltam, hogy úristen, Londonban ezek hogy nem borulnak föl, néha egészen gyorsan mennek ezekkel a buszokkal. Aztán valami buszos haverom mondta, aki vezetett ilyet, hogy a Routemaster az olyan stabil, mondja, hogy azzal úgy lehet kanyarodni, és van is fönn a neten egy videó, ahogy ezekkel keresztbe mennek a buszsofőröket, mikor tanították vezetni, és így nem érted. Hát azért, mert egy rohadt nehéz, nem tudom, 10.000 köbcentis motor van egészen a padló szinten benne. És ez az autó is, ez a Don Renault, ez is körülbelül olyan jellegű. Tehát nagyon nem billen kanyarban,
nagyon nem imbolyog, nagyon nem csinál semmit, mert az egész súly az aljában van. Ugye ezek az elektromos autók amúgy is nagyon stabilak szoktak lenni, a Tesla is nagyon stabil, pontosan amiatt, mert a padlóban van a sok akkumulátor, és ez egy jó drága megoldás, mert fölül meg könnyebbre kell építeni az autót. Tehát itt nyilván nagyon sok ilyen ultra nagy szilárdságú acélt kell használni benne, mert az tud könnyű lenni és ugyanakkor erős is, hogy megvalósítsák ezt az 1600 pár kilós saját tömeget, ami komolyan mondom szenzációs, tehát nem érezni soha nehéznek ezt a kocsit. Egyáltalán nem érzed nehéznek. Olyan könnyedén csinál mindent. Nagyon könnyedén. És nézd meg, szóval azért ez gyorsul. Zaj semmi, csak szélzajunk van. Az van itt valahogy az A-oszlopnál, és ez 130-an azért nem lesz vészesen hangosabb, de mindig jelen van itt egy szélzajot. Ami szerintem nem csak azért tűnik hangosnak, mert elektromos az autó, és különben a benzinmotorja ugye nem szól semmit, tehát a fülünk hozzászokik, hanem ez azért is tűnik hangosnak, mert ennél egy kicsit összetettebb szigetelő rendszert kellett volna használni, vagy szigetelés rendszert kellett volna használni. De vezetni jó. Basszus, egy ilyen autóba beültetsz egy ilyen elektromos autó szkeptikust, és azt mondod, hogy jó, akkor próbáld ki. Menj vele egy kicsit. Kicsit így kanyarogjál, meg rúgd el neki. Hopp, és akkor nézd meg. És nagyon, és ami még jó benne, hogy a pedálja, a fékpedálja, az tök lineáris. Ezt rohadtul nehezen szokták tudni megoldani ezeknél az autóknál, és ezt olyan finoman lehet adagolni, mint egy rendes benzinmotoros autóét. Nagyon finoman. Így a talpammal érzem, hogy mekkorát fogok lassítani. És ezt nagyon-nagyon-nagyon nem tudják sem az elektromos autók, de pláne nem a hibridek, amikor így váltanak egyik üzemmódból a másikban, meg regenerálnak, aztán nem regenerálnak, aztán bekapcsolják a tárcsaféket. Ezek az átmenetek, ezek nem mennek tisztán ezeknek az autóknak, még a Toyotának se. És ebben tök jól megoldották. Szóval azt kell mondanom, hogy technikailag ez egy nagyon korrekt valami. Ez az elektromos hiba, ez azért szerintem, remélem nem az én hibám, hogy valami érintésvédelemben van kapcsolva, de nem, mert különben a többi dolog az működik rajta, látod. És amúgy egy egészen áttekinthető fedélzeti rendszere van. De ugye ez nem akarja. Meg hát ugye azért se GTI ez az autó, meg hot hatch, meg semmi, mert hát ugye a végsebessége, mint mostanában egyre több villanyos autónak, de most már a Volvo benzineseknek is korlátozva van. Jóval kevesebbre van korlátozva, mint amennyit valójában menni tudnának. Nagyon furcsák a dinamikai adatai ennek az autónak, mert 7,4 másodperc alatt van 100-on, ami nagyon jó. Tehát érzed, hogy úgy húzza a fejedet, ahogy gyorsul, viszont csak 160-at megy. Kész, annyit tud. Ez azért van, mert ott már nagyon megugrik a fogyasztás, tehát nem is érdemes a fölött hajszolni, meg hát amúgy is tilos. Tehát valljuk be őszintén, persze igen, lehet két védak között gyorsan menni, meg minden, de azért nem szabályos, és hát nem is nagyon észszerű dolog egy ilyen elektromos autóval. Azt hiszem, meg kéne néznünk, hogy ez a 16,9 millió forint, az mennyibe fájna nekünk, hogyha meg kéne venni ezt az autót, mert nyilván zsebből nem tudjuk kipakolni az összeget. Korszakalkotó dolgot fogok művelni, mert most először az MKB Euroleasingnek a honlapján nem a konkrét autót fogom megnézni, hanem az alapverziót, mert ugye a konkrét Renault Megane E-Tech Electric stb. Don Renault az 16.900.000 forintba kerül ebben az ikonik kivitelben, de én az alapkivitelnek a 13.200.000 árát fogom beírni, mert az érdekel borzasztóan, hogy vajon mennyire lehet megvenni egy ilyen autót, hogyha nagyon szeretné az ember. Mert a 13.200.000 az már ilyen emberséges dolog. Futamidőt azt fölveszem 4 évre, mert magánszemélyben gondolkozom, és önerő, tehát azért, amikor az ember egy 13 milliós autót vesz, valamit biztos el tud adni, tehát egy olyan 4 millió forint önereje szerintem van, számolok. Ellenőrizzük az adatokat, 13 millió 2,
Magánszemély, 4 év futamidő, önerő 4 millió, 4 év, igen. Aha, tehát 221.455 forintot fizetek 4 évig, hogyha beletolom egy közepesen jó használt autó árát. Hát azért az azt jelenti, hogy a magyar családoknak ez még mindig akárhogy is trükkölnek. Most komolyan megpróbálom azt, hogy valami jobb használt autót beleteszünk, akkor mennyi? Egy 6 millió forintos használt autót beleteszünk. Igen, ez az. Figyelj, 6 milliós autót beletolsz. 6 milliósat, érted? 6 millió azért az már egy elég jó használt autó. Még akkor is 171.000 forintot kell fizetned havonta. Nem, sajnos ez még mindig nem a magyar realitás. Még szerintem a középosztály teteje felé kezd csak egy ilyen autó olyan elérhető vágyálommá válni. Hát ez van, gyerekek. Tudjátok, amikor először ültem ebben az autóban a Tannis-teszten, és nem tudtam a nevét se, meg az árát se pontosan, és amikor sejtettem, hogy mennyibe fog kerülni, én nem adtam neki nagy esélyeket, hogy ez bárhova bekerül az idei sorsolásban, vagyis hát a sorrendben. De most, hogy már tudom, hogy jóval, sok-sok millióval olcsóbb, mint amit akkor prognosztizáltunk, és azt mondom, hogy egy nagyon-nagyon esélyes vetélytárs a többiekkel szemben. Igen, a Hyundai Ioniq 5-tel is, és igen, a Kia EV6-tal szemben is, mert azok most szerintem nagyon ott vannak mindenkinek a fókuszában. Nagyon szeretném valamelyiket vezetni azok közül, mert nem tudom pontosan, hogy milyenek lesznek a budapesti útviszonyok között. Azt tudom, hogy ez a Megane E-Tech Electric, ez hogyha ha a másik kettő nem valami extrém jó, akkor ez nagyon ott van fönn az esélyesek között. Nagyon-nagyon. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Itt volt velünk Sallós Kovács Peti. És Csikó Zsolt, aki még mindig csak Csikó Zsolt, nem tudtam másik nevet oda akasztani, bár lehet, hogy Bassányi is. És örülök, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a Speedzone-ra, mi meg még autózunk egy kicsit Petivel, mert itt jó meleg van. Csá! Euroleasing. A fejlődés motorja.